Most napirend utáni felszólalás következik. Megadom a szót Novák Előd Kipsónak, Mi Hazánk képviselőcsoport. Parancsoljon! Köszönöm a szót, elnök úr! Tisztelt országgyűlés! A bankkártyás fizetés jobban hajlamossá teszi az embereket a túlköltekezésre, megnehezíti a kisvállalkozók életét, és még sorolhatnám a hátrányait, sorolni is fogom, amiket összegyűjtöttem, mert aláírásgyűjtést indítottunk a mihazánk.hu per készpénz oldalon online, és országszerte a Mi Hazánk mozgalom standjainál is, hogy a készpénz használat legyen alkotmányos jog. Mivel ebben az ügyben is tiltja az alaptörvény a népszavazás tartását, e petícióval próbálunk nyomást gyakorolni a kormányzatra, miután Toroszkai László áprilisi felszólalására válaszul Tálai András pénzügyminisztéri államtitkár beismerte, idézem, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. A készpénz használat alkotmányos védelmét kezdeményezte a Mi Hazánk egy alaptörvény módosításban, Szlovákia és Ausztria alkotmánymódosítását követve. Alapvető szabadságjognak tekintjük a készpénz fizetést, ezért az annak betiltását célzó kormányzati és jegybanki lépéseknek is gátat szabnánk. Támogatjuk a digitális fizetési lehetőségeket, de csak mint opciót. A készpénz már többször felmerült betiltásával egy újabb összeesküvés elmélet válhat valóra. Jelenleg Kína, az USA és az Európai Központi Bank foglalkozik leginkább az új világrendnek ezzel a fejlesztésével, a digitális pénzzel. A Covid diktatúra alatt már tettek lépéseket a totális megfigyelés felé, most pedig a még szabadságjognak tekinthető készpénz használat betiltásával egy gombnyomással el is vehetnék a pénzét bárkinek. Kínában rendszeresen fogyasztják be az állam ellenségeinek minősített személyek bankszámláit, sőt, Kanadában is 2022 elején zárult a kormány bírósági végzés nélkül több száz olyan bankszámlát, amit a Covid diktatúra elleni kamionos tüntetések szervezőihez tudtak kapcsolni. Banki visszaélések is tapasztalhatók Magyarországon, politikai diszkrimináció is, például az OTP vezetés letiltotta a Mi Hazánk bankszámlanyitási szerződését. A bíróságon bejegyzett pártunk által hiánytalanul benyújtott és kölcsönösen aláírt bankszámlanyitási szerződést egy későbbi napon felső utasításra hivatkozva utasították vissza. Jó, hát kétségkívül rendszerellenes párt vagyunk, de hát nem hitelt kértünk, hanem a saját pénzünket vittük volna a bankba, tagdíj és adománygyűjtésre próbáltunk bankszámlát nyitni az OTP-nél sikertelenül. Egyre elterjedtebb jelenség Magyarországon is, hogy készpénzben egyébként nem lehetséges fizetni. Az idős embereknek sokszor gondot is okoz az online fizetés, és a posta bezárásokkal is kényszerítik a bankkártya használat felé az időseket. Közfelháborodás, számos civil tiltakozás van a készpénz kivezetése miatt. Például elindult a fizeskészpénzzel.hu oldal, és Szakács Árpád is már többször felhívta a figyelmet, hogy a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája. Egyes helyeken olyan súlyosan elterjedt a digitális fizetési mód kizárólagossága, hogy a bankkártya nélküli ember már nem tekinthető a társadalom teljes jogú tagjának. Már csak néhány lépésnyire vagyunk attól, hogy például a kijárási korlátozást ötvözzék a lakóhely néhány kilométeres körzetén túl való fizetési tilalommal, vagy hogy ne vásárolhassunk akárhova vonatjegyet. Mindezek a veszélyek a készpénz megvédése esetén nem állnak fent. A készpénz további előnye, hogy alkalmazható áramkimaradás, számítógépes támadás, vagy egyszerű rendszerhiba esetén is, mint amilyen a múlt héten is volt órákon szerte az országban. A korrupció visszaszorítása viszont álságos ért, hiszen a készpénz eltörlése legfeljebb a kis- és középvállalkozókat sújtaná. Az igazán komoly visszaélések nem forintban, hanem dollárban vagy euróban folyhatnának ezután is. A politikus bűnözők legnagyobb örömére offshore cégeken keresztül szintén, ahogy a törvényesített formájú gazdasági bűnözésnek is számtalan formáját látjuk közbeszerzési eljárások keretében is. Szlovákiában már
alkotmányba foglalták a készpénzfizetés jogát, és Ausztriában is folyamatban van, itt az ideje tehát Magyarországon is lépni. Az EU-ban rekordnak számító magyar inflációs mutatók miatt sajnos egyre indokoltabb a havi 150 ezer forintos ingyenes készpénzfelvétel összegének megemelése is. A Mi Hazánk mozgalom az átlagjövedelem készpénzben való kivételét ingyenes fogyasztói jogként deklarálná. Számítunk mindenki aláírására, tehát a mihazánk.hu/készpénz oldalon, aki nem akarja, hogy az ő adózott pénze felett is átvegye a rendelkezést a kormány, mely reményeim szerint most e napirenden kívüli felszólalásomra reagál, hiszen 5 napja leadtam a felszólalásom témáját. Ha nem reagál, akkor maradnak Tálai András pénzügyminiszteri államtitkár korábbi szavai, idézem zárásként, valóban cél és szándék a készpénzforgalom visszaszorítása. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, a napirend utáni felszólalások végére értünk.